vízbevető, vízbehányó hétfő. Egykoron így nevezték a húsvét hétfőt, amikor is locsolkodni jártak a fiatal fiúk. Ez az elnevezés eredetileg onnan ered, hogy itatóvájukba dobták a lányokat, vagy pedig tavakba. Szerencsére mára ez már nem így történik. Vannak helyek, ahol még vödörvízzel locsolják meg a lányokat, máshol csak illatos kölnikkel. Most körbejárjuk Szabadkán a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület tagjaival a lányos házakat, megnézzük, ők hogyan locsolkodnak. Tartsanak velünk Önök is! Talentumos legények alaposan felkészültek, a parfümöt otthon hagyták, inkább kisebb és nagyobb vödrökkel indultak útnak. Vödrökkel is készültünk, zenekar, összegyűltünk jó páran, megbeszéltük, hogy melyik házhoz megyünk, ott versel, énekkel fogjuk fogadni a lányokat, és természetesen jön a locsolás is. És a locsolás az hideg vízzel, vödörnyi vízzel történik? Igen, vödörnyi vízzel, nem jéghideggel, kicsit langyos, hogy ne legyen baj belőle. És ti mit szóltok, mi a véleményetek erről a népszokásról? Én nagyon szeretjük, mert ez egy buli és egy jó dolog is, mivel mi is jót szórakozunk és a lányok is élvezik. Az utcabeli kislányok is részesei lehettek a hagyományos locsolkodásnak, kissé szégyenlősen még, de őket is meglocsolták a fiúk. Ezután meg is érkeztek az első táncos lányos házhoz. Zeneszóval és igazán jó kedvel vonultak az utcában, és természetesen locsolóverset is mondtak. Másnapján az jutott eszembe, egy üveg rózsavizet vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni. Adjatok át, lányok, ha nem sajnáljátok. Mert ha sajnáljátok, nagyon megbánjátok. Licskes, lucskos lesz az ünneplő ruhátok. Dunáról fúj a szél, kislány meglocsol a kén. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél. Egész szépen nevessél. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél. Egész szépen nevessél. A tojás a húsvét egyik szimbóluma. Méges tojásokat akasztunk a barka ágakra, főtt tojást teszünk a sonka mellé. A hagyomány szerint pedig húsvét hétfőn a lányok piros tojást adnak a locsolkodó legényeknek. Persze a tojás díszítő minta sok mindent elárul. Régen ezzel üzenték meg válaszukat az udvarló legényeknek. Mára már ezt a fajta jelentését elveszítette, és már más is társul a tojás mellé. A lányok rozmaringot és virágot tűztek a fiúk kalapjára, zakójuk gombjába. Ez egy ilyen jelkép a népi kultúrának igazából. Hát ez is egyfajta ajándék, mint a tojás, és akkor, hogy akkor voltak locsolkani, és hogy mindenki lássa, meg igen, hogy tudják az emberek a faluban igazából, hogy voltak. Régen erről szólt. És hát vödörrel locsoltak, meg vödörnyi vízzel, persze nem egy teljes vödörrel. Te, mint lány, ezt hogyan éled, meg mit szólsz ehhez? Frissítő élmény volt, de egyébként szerintem sokkal jobb, mint a szagos kölni, mert ugye ez egy istenél nem jön ki a ruhánkból, de egyébként hát vicces is, csak akkor nem, hogyha egy valakit néznek ki a fiút, és akkor ő kapja a legtöbbet, de hát ez a lényege, ilyenkor megengedjük, hogy kicsit ugrassanak minket. A fiúk ismét útra keltek, a lányok összebeszélnek, és egyikük otthonában fogadják a locsolókat. Több háznál is jártunk, mindenhol hatalmas mosollyal és egy kis izgatottsággal várták a fiúkat. Na, ezek jönnek.
másnapján az jutott eszembe, egy üveg rózsavizet vettem a kezembe. Elindultam vele piros tojást szedni. Adjatok át, lányok, ha nem sajnáljátok. Ne, te sajnáljátok, nagyon megbánjátok. Licskes, lucskos lesz az ünneplő ruhátok. Ha Dunáról fúj a szél, kislány meg locsol a kén. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél, egész évben nevessél. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél, egész évben nevessél. Dunáról fúj a szél. A következő helyszínen már kicserélődött a fiúbanda, a fiatalabb táncosok befejezték a locsolkodást, jöttek az idősebbek. Az egyesület tagjainál ez már hagyomány, a kezdetektől fogva járják a lányosházakat és öntözik a hölgyeket. Akik nem is várják őket üres kézzel, jobban mondva asztallal. Készítettünk piros tojásokat, kalácsokat, pálinkával, borral várjuk őket, és nagy hangulattal. Hány éve várod már így a locsolókat? Mióta néptáncolsz, és mióta vagy benne ebben a hagyományban? 5 éves korom óta táncolok. Ez a második éve, hogy nálam lett megtartva a locsolkodás, de előtte persze már más háznál is voltunk kint. Szokás-e ilyenkor a fiúkat megajándékozni valamivel, vagy hogyan készültök még ugye a kínálgatás mellett? Hát piros tojással leginkább, kalácsokkal, és persze, ami kimaradt, sonka, tojás, kolbász. És hát ilyenkor a fiúk néha vödörrel érkeznek, te mint lány hogyan éled ezt meg, mit szólsz ehhez magához a locsolkodáshoz, és hát ehhez a formájához? Én nagyon jól élem meg, nagyon szeretem a hagyományokat őrizni, és örülök, hogy ilyen lehetőségünk van, hogy kijönnek hozzánk a fiúk. És mit tapasztalsz, egyébként mások is járnak még locsolkodni, vagy inkább ez most már csak így az egyesületeken belül történik meg? Mások is járnak, de leginkább így az egyesületeken belül, amik járnak a fiúk ugye viseletben lányokhoz. Ez a lánycsoport sem maradt szárazon, az idő szerencsére kedvezett, de a lányok a biztonság kedvéért mindig készülnek váltásruhával. Húsvét másodnapján az időt eszembe! Egy üveg rózsavizet vettem a kezembe. Elindultuk véle piros tojást szedni. Adjatok át, lányok, ha nem sajnáljátok. De ha sajnáljátok, nagyon megbánjátok. Licskes, lucskos lesz az ünneplő ruhátok. A Dunáról fúj a szél, kislány meglocsol a kén. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél. Egész évben nevessél. Dunáról fúj a szél, egészséges szép legyél. Ahogy a lányok, a fiúk is élvezik a locsolkodást, locsolást. Mint mondták, ez egy jó hangulatú szórakozás is. Nagyon szeretem azért, mert összejön a társaság, beszélgetünk, kicsit iszunk, eszünk, ajándékokat is kapunk, 2 piros tojást kaptam most, meg 1 Milka csokit. Hát én ezért szeretem igazából, ezt jelenti nekem ez a locsolkodás, hogy beszélgessünk, egy kicsit táncoljunk is, nekem így ennyi.
Egyébként ez nagy előkészületet igényel a fiúk részéről, vagy össze kell jönni, hogy megbeszéljétek, hogy mi hogy fog történni, vagy ez most már rutin? Ez így már rutinból jön nekünk, mert én nekem ez a harmadik, valakinek esetleg egy negyedik, ötödik is, szóval már tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. De vajon honnan is ered ez a vidám népszokás, és mit jelent? Hogyan próbálja meg ápolni, éltetni a locsolkodás hagyományát az egyesület? Mi a hagyományból táplálkozunk. A Talentum Egyesületnek egy fontos küldetése, hogy olyan eseményeket, amelyek a mi magyarságunkat, identitásunkat megőrző hagyományokat jelenít meg, azokat ápoljuk, azokat gyakoroljuk. Szoktam azt is mondani, hogy ugye mindig változik ez a hagyományozódás, hiszen egy városban másképp néz ki, mint egy faluban. Ahogy egy faluban a fiúk van úgy, hogy például Kupuszinán összegyűlnek este a kocsmákba, egy ilyen közösségi helyen, és éjfél után is megindulnak, hiszen már húsvét hétfő van. És akkor éjszaka megindulnak, és akkor a lányoknak énekelve meglocsolják azokat. Hát nyilván a termékenységet szimbolizál, nyilván az egészség. A minóták is arról szól, hogy egészségesek és szépek legyenek, egész évben nevessenek, és hát ne hervadjanak el, ugye ez a lányoknak a küldetése, hogy a mindig szépek és jók legyenek, mi meg igyekezzünk őket tenyerünkön hordozni, ez a mi dolgunk. Szóval ez a locsolkodásnak ez az értelme, és nyilván piros tojást adnak, ez is a termékenységet szimbolizálja. Tehát mi vízzel hagyományosan locsolkodunk ezt a kölnis dolgot. Nyilván az is belefér, de hát így az ő még így attraktívabb is, meg izgalmasabb is a lányoknak, hogy vajon hideg vízzel, vagy meleg vízzel locsolnak a fiúk. És hogy élik meg a tagok, a fiúk, a lányok, mit szólnak ehhez a vidám, mulatságos locsolkodáshoz? Várják, és hogyha véletlen nem említem meg előző héten, hogy akkor hogy lesz, akkor Roli, hogy lesz a locsolkodás. Tehát van egyfajta izgalom, van egyfajta készülődés, és amint ti is láttátok, csinosan fölöltöznek, nem egy melegítős, patikás, trénerkás történet, hanem szépen fölöltöznek a legszebbik ruhájukba, kidíszítik a kalapjukat, a mellényüket, azt a lányok is készítik egyébként. Hát igyekszünk a Egyesület lány vezetése is, ugye Tamara a többi lányokkal együtt azért igyekeznek ezt a hagyományt is a lányokra bízni, hogy akkor készüljetek virágokkal, kis ennivalóval, kis édességgel, kis eszemiszommal, tehát ezért ez legyen meg, mi meg aztán menjünk zenekarostól. Így locsolkodtak hát a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület tagjai Szabadkán és környékén. A lányok jövőre is készülhetnek, ismét érkeznek a vödrökkel.